Több szempontból is rendhagyó volt az NB2 keleti csoportjának harmadik fordulójában lejátszott mérkőzés. Először lépett pályára ugyanis tétmeccsen a nyáron alakult nyíregyházi az Üscsikó, amely ráadásul a megyebeli osztálytárs Csenger ellen mutatkozott be. A vendégek két győztes meccsel és 37 szerzett góllal a hátuk mögött érkeztek a Bencsiskola tornacsarnokába, ahová 50 szurkoló is elkísérte őket. Az első félidő 4-2-es hazai vezetéssel zárult. A második játékrész elején ellépett az Üscsikó, a Csenger azonban kisbüntetőkkel felzárkózott, de a nyíregyháziak egy gólt meg tudtak tartani előnyükből. Nyertünk akkor ilyenkor jó a meccs, azért nekem voltak bajaim, mert a mi higgadtabban játszunk, akkor ez könnyebben eldőlhetett volna ez a meccs. Pont a Szilágyi Sanyi sajnálom, mert a szülinapja volt, és nem akartam neki ilyen rossz emlékeket, de hát ez is egy jó emlék, nem neki? Tehát egy ilyen szempontból. Azt mondom, hogy a meccsbe, ha higgadtabbak vagyunk visszatérve arra, akkor gólokat rúghattunk volna. A Csenger nagyon jó erő, nagyon jó akaraterőből, nagyon jó szurkoló gárdával jött, és visszajött a meccsbe többször, amikor már hárommal elmentünk, vissza tudott jönni. Szerintem ez egy jó hírvevő volt a nyíregyházi közönségnek ez a meccs. A csengeriek edzője érthetően csalódott volt a mérkőzés után, amelyen nem a megbeszélteket látta viszont csapatától a pályán. Tudtuk, hogy egy nagyon motivált csapat ellen fogunk játszani, hiszen ez is Csikónak az első mérkőzése volt az NB2-ben. Azt tudtuk, hogy nem egy olyan lelkes kis amatőr csapattal fogunk játszani, mint a gödöllői fiatal emberek két héttel ezelőtt, hiszen ha más nem, akkor Kis János edző személye garancia arra, hogy Nyíregyházán valami elkezdődött, és ebből biztos, hogy jó dolog fog kisülni. Nagyon nehéz erről a meccsről beszélni, én azt hiszem, mert vegyes érzelmek kavarognak bennem. Rettenetesen rosszul játszottunk, nagyon rossz felfogásban játszottunk, megbeszéltünk egy taktikát, amit nem tudtunk megvalósítani. Le akartuk támadni az ellenfelet, hát ez a letámadás ez rettenetesen nem sikerült, mert langyosak voltunk, álmosak voltunk, ütemtelenek voltunk. Tudtuk, hogy kik a meghatározó játékos az ellenfélnek, hagytuk őket játszani, hagytuk őket átvenni a labdát, hagytuk őket cselezni. A következő fordulóban a nyíregyházi az Üscsikó a listavezető Kincsem Lovaspark csapatához látogat, a Csenger pedig a Reaz Sport iskola együttesét fogadja.